Immáron lássuk meg, miképpen támad a dicsőséges Szent Erzsébet asszony, és miképpen élt kisdedtségétől fogva tisztaságban, szeplőtlen szüzességét megtartván mind házasságáig, kihez kérem hallgassanak hozzá mind, kik szüzességet akarnak tartani Krisztus Jézusnak, és vegyenek módot, regulát Szent Erzsébet asszonynak életéből. Az időben, mikoron Krisztus úrfiú születése után írának 1210, avagy közel hozzá esztendőt, adaték e szent mennyei magzat magyarországbeli András királynak az ő jámborságának érdemes voltáért, kinek anyja volt Gertrudis, morvai herceg leánya. És mikor el leányzó, ötesztendős volt és kezdett nevekedni, oly nagy szent malasztot ad a ő neki az Úristen, hogy mindenek csodálkoznak rajta. Mert látják vala, miképpen gyorsan fut, siet a Szent Egyházhoz, mi ájtatosan hal misét, mi nagy gondot visel a szegényekről, mi nagy tisztességgel üli a szent ünnepeket. Minden hivalkodás és játék nélkül. Amikoron leánytársaitól történt táncba vitetni, avagy játékban, minthamarabb végét szakasztotta Úristenért és Szent Egyházba, avagy kápolnába futott be, ő mennyei atyának házába. És ott vagy imádságra adta magát, vagy könyvet ragadott kezébe, és tetette magát, mintha írást olvasna, hogy csak kivonhassa magát e világi hivalkodásból. Történék egy napon, mikor nagy hideg volt, hogy senki se lássa, apró maradékokat vitt a várkapuja elében a szegényeknek. És íme elő találá az ő atya, csodálkozvá rajta, mit jár és hova siet. Megszólaltá őtet. Fiam Erzsébet, hova mégy, mit viszel? A nemes király leánya, mert felette szemérmes vala, nagyon megszégyelli magát, és megijede, és nem tud a félelmében egyet mit felelni. Íme rózsát viszek. Az ő atya pedig, mint eszes ember, meggondolá, hogy nincs rózsavirágnak ideje. Magához hívá, és meglátá kebelét. Hát mind szép rózsavirág lett az aszú apró portéka. Ó nagy ártatlanság, ó szeplőtelenségnek halhatatlan malasztja. Íme az áldott mennyei király nem hagyá az ő szerelmes szolgáló leánya beszédét hamisságban, hogy szemérmet ne vallana, de inkább szentséges voltát kövesse az isteni irgalmasság. Ezt látván az ő atya elcsodálkozék rajta. E leányzó, ha élhetend vala, mély nagyjá lészen. Annak okáért nem akará mivel kedetiben megbántani, látván, hogy mind lelki ájtatosságában, mind jó mivel kedetiben Krisztus Jézusnak ájtatos szolgáló leánya ő. Gyermekkorában ki ne ámuldozott volna ezen a rózsacsodán, és mindenki megjegyezte Árpádházi Szent Erzsébet szeretetteljes egyéniségét, alakját. Azonban fölnőttként sem tudjuk sokszor, milyen történelmi környezetben élt, melyek voltak a rokoni kapcsolatai. Ezért érdemes röviden áttekinteni az ő életét, amely a királyi nagypolitika keretein belül bontakozott ki, és annak követelményei következtében zajlott messze idegenben, távoli Németföldön. Erzsébet nagybátyja Imre király 1204. november 30-án halt meg. Imre király és aragóniai Konstancia fia, harmadik László 4 éves kisfiú lehetett, amikor apja meghalt, és 1204. decemberétől 1205. májusáig néhány hónapon keresztül forma szerint magyar királynak számított. András herceg gyámként többször túllépte jogkörét, ami miatt harmadik Ince pápa, a jogszerű örökös a 4 éves kisfiú mellé állt.
A kisfiú anyja, amikor menekültek Ausztriába, a koronát is magukkal vitte, ott a gyermek László hirtelen meghalt, és megnyitotta a törvényes utat a nagybácsi, a becsvágyó András előtt a királyi trónus felé. Imre király öcsét, Andrást, János kalocsai érsek koronázta királlyá 1205. május 29-én. Második András 3 évtizeden át országolt 1205-től 1235-ig. Még herceg volt, amikor 1200 táján feleséget hozott magának, Gertrúdot, a merániai herceg leányát, aki 5 gyermeket szült neki. Másodiknak Bélát, a későbbi királyt, negyedik Bélát, harmadikként pedig a Wartburg várába jegyesül adott Erzsébetet. Második András uralkodásának gyöngéje az idegenek pártolása volt, és ami ezzel járt, a királyi birtokok és jövedelmek elherdálása. Az elajándékozott birtokok kieső jövedelmeit a regálé bevételei nem tudták pótolni, ez állandó pénzügyi nehézséget okozott második Andrásnak. Feleségét, Gertrúdot az elégedetlen főurak 1213-ban meggyilkolták, és a királynét a pilisi ciszterci apátságban temették el. A belpolitikai szűrszavar készítette elő a terepet az 1222-es aranybulla és a 2 évvel későbbi Andrianum kiadásához. A nehézségekkel teli belpolitika mellett is erőteljes, terjeszkedő külpolitikát folytatott második András, fiatalkori becsvágya férfi korában sem hagyta el. Gertrúdot megsiratva, meggyászolva, 1215-ben újra nősült, és ezzel a házasságával a nemzetközi politika színterére akart lépni, ugyanis 1216-ban a negyedik keresztes hadjárat eredményeként 1204 óta létező bizánci latin császárság trónjára szemet vetett. Ő a magyar király, ám hiába, mert tulajdon apósa nyerte el a Basileios méltóságát. Ebbe a mozgalmas politikai életbe szövődik ezer szállal az egyházpolitika, amely olykor csak hatalmi törekvéseket szolgált, máskor meg az egyház érdekei sem felejtődtek el. Második András egyházpolitikai döntései időnként a pápa helyeslésével, néha megtiltakozásával találkoztak. Második András az 5. keresztes hadjáratba bekapcsolódva megvalósította, amit a vélekedés már Szent Lászlóról föltételezett, és ő fogadalomként elődeitől örökölt. A 4. lateráni zsinaton meghirdetett hadi vállalkozás a 3. Ince pápa halálát követő évben indult keletre. A magyar király követei az 1217-es év tavaszán 10 hajót béreltek Velencében, amelyek a keresztes vitézeket a Szentföldre vitték. A magyar keresztesek Akkomból kiindulva november és december folyamán 3-szor támadták meg az ellenséges hadakat. Az első hadjáratot, amely a Jordán folyó vidékét vette célba, maga a király vezette. Az új 1218-as esztendő első havában a magyar hadak és velük a johannita lovagok a viszonylag olcsóbb szárazföldi utat választva visszaindultak Magyarország felé, és az év végére haza is értek. Útközben második András 3 gyermekének dinasztikus házasságát előkészítette, amiből tényleg megköttetett 2, és ez komoly diplomáciai eredménynek számított. Második Andrásnak jó oka volt a távoli hadszíntér otthagyására, mert az itthon maradott előkelők nyíltan föllázadtak ellene. A pápa kényszerűen, de tudomásul vette a király indokát, noha tudta, ezzel a Szentföld visszafoglalásának a lendülete megtört. Mindeközben Szent Erzsébet az ég felé kereste a keskeny ösvényt, atya, a magyar király pedig a földi dicsőséget hajszolta.
was mein Herz es glaubt. Európa, a legismertebb magyar szentet,
Árpádházi Szent Erzsébetet hosszú századokon át türingiai Szent Erzsébetként tisztelte, sőt, néha magyar voltát is elfeledte. Legfőjebb arról emlékezett meg, hogy türingiai környezetében idegennek számított. Erzsébet királyi családjának hiteles történetén túlmenően az ő életrajza is fönnmaradt több kortárs szerző jóvoltából. Elegendő a legfontosabbakat megemlíteni. Gyóntatója, Marburgi Konrád haladéktalanul megszerkesztette az Erzsébet sírjánál történt csodálatos gyógyulások jegyzőkönyvének függelékeként a rövid életrajzot, amit hamarosan kiegészített a szentélyavatási eljárás aktája, benne a négy szolgáló leány vallomásával. Szent Erzsébet életének minden eseménye, jellemének minden vonása, lelkiségének valamennyi összetevője kiállja a történelem kritika próbáját, ezért marad a rózsacsoda ma is eleven szimbóluma a szegények iránti önzetlen szeretetének. Erzsébet születésének dátuma ismert, a helye csak valószínűsíthető. A királyi leányka 1207-ben látta meg a napvilágot, föltehetőleg Sárospatak várában. Nem a mostani épületben, hanem az ősi templom környékén, ami szerényebb, kisebb volt, és mára nyomtalanul elpusztult. Gondtalan gyermekkora hamar véget ért, mert 4 éves korában eljegyezték, Hermann türingiai tartománygróf ugyancsak Hermann nevű elsőszülött fiával, és nevelkedni messze idegenbe vitték. Az új környezet, nyelv, szokások nehézzé tették Erzsébet gyermekkorát. A tartománygróf környezete, sőt maga a tartománygróf felesége, a jövendő anyós sem szerette a kis idegent, aki az egyszerű életvitelű magyar királyi udvar után a wartburgi vármozgalmasságát nehezen fogadta el. Diplomaták érkezése és távozása, lovakköltők jelenléte szinte lehetetlenné tette azt a családi életet, amely felettette volna Erzsébet szánkivetettségét. Anyja Gertrud halála után pedig megfagyott körülötte a légkör, egyedül a tartománygróf meg 2 fia, a jegyes és annak öccse kedvelték. Amikor a vőlegény ifjú Hermann 1216-ban hirtelen meghalt, Erzsébetet haza vagy legalábbis Kolostorba akarták küldeni. Az apácák között majd lemondani kényszerül az igazi úrhölgyek számára tilalmas időtöltésről, a lovaglásról, gondolták rosszakarói. A tartománygróf azonban másként döntött. Erzsébetet eljegyezte ifjabb fiával, Lajossal. Magyar királyleányhoz korban jobban illő másodszülött ifjú gyorsan megnyerte Erzsébet szívét, és amikor a tartománygróf Hermann meghalt, nem sikerült a 2 fiatal közé éket verni. Kitartottak az elhunyt apa szándéka és szívük akarata mellett, 1221-ben fényes esküvő keretében egybekeltek. A hol kérdésre csak föltételes válasz adható. Az esküvőt biztosan magyar földön tarthatták. A források ennél fontosabb és meglepőbb adalékkal szolgálnak, ami akkor német földön előkelő környezetben elképzelhetetlen volt. Erzsébet és Lajos
egyenrangú feleknek tekintették egymást, egy asztalnál étkeztek. Lajos Erzsébetet testvérének szólította, és annak jótékonyságát soha nem akadályozta. Házasságukból gyors egymás utánban három gyermek született, egy fiú és két leány. Mindössze 6 esztendeig tartott a családi boldogság. A férj, Lajos, 1227 nyarán csatlakozott a keresztes hadjárathoz. Erzsébet több napon át lóháton kísérte férjét, aki neki elválásukkor egy gyűrűt adott, kölcsönös hűségük jelegyanánt. A fájdalmas elválást még nagyobb fájdalom követte, mert Lajos tartománygróf, keresztes vitéz, még Itáliában tengerre szállás előtt áldozatul esett a katonákat pusztító járványnak. E napon, 1227. szeptember 11-én Erzsébet gyűrűje meghasadt, és a halálhír hamarosan megérkezett. Jaj, Uram Istenem, most az egész világ meghalt számomra. Fakadt panaszra Erzsébet, és gyermekeivel távozott Wartburg várából. Előbb Eisenachba költözött, majd 1228 tavaszán Marburgba. Gyóntatója, a ferences rendi szerzetes, Marburgi Konrád biztatására és támogatásával maradék vagyonából menhelyet alapított betegek, szegények számára. Néhány hűséges szolgáló, ekkorra inkább önkéntes társ segítségével Erzsébet maga ápolta a betegeket, a betegekben a szenvedő Krisztust. Assisi Szent Ferenc szellemében a szegénység úrnőt követte, ám mindeközben megőrizte valóságérzékét, gyermekeit barátaira bízta, gyermeki lelkükre ne vessen árnyékot a gyógyíthatatlan betegek nyomorúsága. A rózsa Erzsébet kötényében a nem hervadó virágok fajtájából volt. Erzsébet egészsége viszont a sok nélkülözésben, betegápolásban megrendült, hervadásnak indult. Amikor a Szent Özvegy 1231. november havában megbetegedett, tudta, hogy itteni élete hamarosan befejeződik, s férje után mehet az égi, fényességes atyai házba. Mindenét elosztotta, és ő vigasztalta a mellette virrasztókat. Erzsébet derűs lélekkel halt meg a Szent Ferencről nevezett marburgi ispotályban 1231. november 16-áról 17-ére virradó éjszaka. Marburgban temették el, sírja azonnal zarándok helyé lett. Gyóntatója, Marburgi Konrád ügybuzgósága folytán szentélyavatási eljárása szinte azonnal megkezdődött, és 4 év sem telt el halála napjától, amikor 9. Gergely pápa rendelkezett. A pápai bullában téves Erzsébet halálának dátuma. De ami a lényeges, Erzsébet életszentsége vitathatatlan. Apostoli írásunkkal, minnyájatoknak szigorúan meghagyva úgy rendelkezünk, hogy november 19-én, vagyis azon a napon, amikor Erzsébet a halál bilincseitől megszabadulva a mennyei gyönyörűség forrásához jött, hogy örökké éljen, ünnepén, mint azt érdemeinek csodálatos nagysága megköveteli, ünnepeljetek,
és ünnepeltessétek meg, hogy kegyes közben járásával a mennyei kincsekből osztályrészetekű jusson az, amit ő Krisztus ajándékaként kapott, és amit örökké, dicsőségesen birtokol. Egyéb iránt, hogy a hívők egyetemességének a számunkra felülről engedett hatalomnál fogva az Úr jövő segítségével lehetősége nyíljék a láthatatlan királyi udvar örömeinek elnyerésére, és sokkal inkább azért, hogy magasztaltassék a magasságos neve, ha gondoskodunk arról, hogy mennyasszonyának tiszteletre méltó sírját a hívők látogatásaikkal tüntessék ki, minden igaz bűnbánónak és gyónónak, akik évenként az említett ünnepen és annak nyolcadában ide elhozzák őszinteségük jeleit és áhítatuk fűszereit, a mindenható Isten irgalmából és szent apostolainak, Péternek és Pálnak hatalmában bízva, egy évet és 40 napot elengedünk a rájuk kiszabott büntetésből. Kelt Perugiában, június 1-én, pápaságunk 9. évében. A rózsacsodák szentje Erzsébet hamar örvendhetett a szent címnek, ugyanis halála után 4 évvel 9. Gergely pápa 1235. május 26-án hivatalosan szentté avatta. Erzsébet apja ekkor még életben volt, tehát értesülhetett arról, hogy a leánya az egyház szentje. Ünnepe november 19-én van, tegyük hozzá, hogy a középkor folyamán nem árpádházi, hanem türingiai Erzsébetként terjedt tisztelete, és talán nem is lehet számba venni azt a sok-sok zsolozsmát, himnuszt, könyörgést, amit Erzsébet tiszteletére írtak. A 19. században Liszt Ferenc volt az, akit nagyon meghatott ez a ferences egyszerűség, csodálatos zeneművet szentelt Erzsébet emlékének, és a 20. században tisztelete töretlenül folytatódott az egyetemes egyházban. Vígagy boldog Pannónia, mert Krisztus téged így szeret, zengjen a himnusz dallama, mondjál szívedből éneket, ámen. Hiszen belőled származott Erzsébet, ékes asszonyunk, ki minden földit elhagyott, mert hívta Krisztus jó úrunk. Királyi házba küldetett, de Isten kedves lánya lett, ezrek közül őt lelte meg, s vezette így az égi kegy. Ámul vigad Türingia, természetrendje változik, csodákat láthat sok fia, gyakran ha ő imádkozik. Halott nyer új életet. Betegbe épség visszaszáll, a béna bátran lépeget, s vakot világít fénysugár. Méltó dicséret áldja őt, dicsérje szó és zengje dal, ő a párt fogunk az Úr előtt, buzgó imádságaival. Dicsérjük, áldjuk az Atyát, s a Szentlélekkel egy fiát, hogy bűneink bocsánatát megnyerjük, s majd az éghonát. Ámen.
mikoron Szent Margit asszony meghalt, és fénylenék csodatételekkel István király idejében, ez István király, kivala Szent Margit asszonynak bátyja, külde követeket Gergely pápához. Alázatosan könyörgött, hogy a mindenható Úristen, ki az emberek üdvösségének okát irgalmasan csodálatost mívelkedvén az ő szentiben, és kiket az Úristen megkoronáz mennyországban, gyakorta tisztelik azokat a földön e világban is, és az ő emlékezetükre az Úristen nagy csodákat tészen, mely csodatételek miatt eretnekségnek gonoszsága meggyaláztatik, és a keresztjén hit megerősítetik. Ezen irgalmas Úristen, e tisztelendő Szent Szűz, Szent Margit asszonynak érdeme miatt annyi nagy sok csodákat mívelkedett, hogy ő neki segedelmét nem hívni egyéb szentek között igen méltatlan. Azért méltóztatnék őszentséges atyasága a szentek közé számlálnia őt. Halván a pápa István királynak alázatos könyörgését, kegyesen meghallgatá és parancsolá pápa esztergomi fülöpérseknek és váci püspöknek és bakonyi apátúrnak, hogy eljönnének Boldogasszonynak klastromához Nyulak szigetébe, másképpen Boldogasszony szigetébe, és megtudakozának nagy erős bizonyságnak és nagy hitnek alatta Szent Margit asszonynak jóságos mívelkedetiről és csodatételiről. Mikoron eljöttek e tisztelendő atyák és urak, pápának parancsolatja szerint nagy szerelemmel tudakoznak az ő szentséges életéről, és lelék őtet nagy csodálatos szentséges életű szentnek, miképpen ő neki életében megvagyon írván. De maga minek előtte e jámbor esztergomi fülöpérsek elvégezte volna Szent Margit asszonynak szentséges életének bizonyságvételét, annak előtte halállal elől véteték meghala. Ezenképpen Szent Margit asszonynak szentséges életének bizonyságvétele elintézetlen, elmarad az időben. Halván a pápa esztergomi fülöpérseknek halálát és a dolognak elintézetlen voltát, és mikoron immáron e felül megmondott Gergely pápa is meghalt, és ennek utána lett Innocentius pápa. Ez az Innocentius pápa parancsolá az ő szerető káplányának és fiának, Umbertusnak és Blankosnak, kikvalának törvénykönyvben szentelt doktorok és veronai szentegyháznak kanonoki, hogy elmenjenek Magyarországra Nyulak szigetére, másképpen Boldogasszony szigetére, ahol nyugoszék Szent Margit asszonynak teste, hogy ott megtudakoznának nagy erős bizonyság alatt Szent Margit asszonynak szentséges életéről, csodatételéről. Mit a jámbor doktorok és kanonokok híven, és mind megtettek, mind végig elvégezték, és híven megírták, a pápának bevivék, nekünk is írva hagyják, miképpen jól látjátok az ő legendáját. Árpádházi Szent Margit szenti avatása gyorsan elkezdődött, amint hallottuk. Ő olyan időben született, amikor a magyarság sorsfordulóhoz érkezett, és ez egész életére rányomta bélyegét. Árpádházi Szent Margit apja, IV. Béla, mint trónörökös élvezte a pápa és a főpapok támogatását, ám királyként a birtok visszavételek miatt az egyháznagyok legtöbbjével ellentétbe került. A társadalom világi vezető rétegét sem sikerült maga mellé állítani, és a belső válság jelei a tatárjárást megelőző viharfellegek villámai fényében ijesztőek voltak. Költői képez, de a helyzetet jól mutatja. A menekülő kunok tömegeinek befogadása 1239-ben nem a szükséges körültekintéssel történt, és törvényszerűen torkollott mind a kunokra, mind a magyarokra nézve tragédiába. Csák Ugrin kalocsai érsek 9. Gergely pápa hívására 1241 elején Rómába készült az ott tartandó zsinatra, amikor IV. Béla király őt főpaptársaival együtt Budára hívta, megvitatandó a tatár veszedelem elleni készületeket.
a tatár seregek március 12-én átjutottak a vereckei hágón, és március 15-én már Pest alatt portyáztak. A király tilalma ellenére két nap múlva ugrin érsek fegyveres csapat élén Pest alatt a tatárok nyomába eredt, de vesztesen tért vissza mindössze negyed magával. A nem sokkal előbb betelepedett kunok, akik az alföldi és a délvidék lakóinak már eddig is sok keserűséget okoztak, kötöny fejedelmük meggyilkolása után a Duna-Tisza közét és a Szerémséget végigdúlva vonultak le a határokon kívülre, ami előre vetítette az elkövetkező tatár pusztítás árnyékát. Csák ugrin kalocsai érsek a magyar sereg élén vonult a Sajó folyó partjára a tatárok elébe, és megalapozott a történészeknek azon vélekedése, hogyha ugrin érsek idejében megkapta volna a fővezéri tisztséget, a csata sorsa másként alakul. Az április 11-ére virradó éjszaka a másodszülött királyfiú Kálmán herceg és ugrin érsek válvetve küzdöttek, és először sikerült visszaszorítani a tatárok egy csoportját a Sajón túlra, ám a túlerővel szemben tehetetlennek bizonyultak. A vesztes csatából menekülő király a Dunántúlon keresztül Zágrábba ment. A királyi család innen lovagi kísérettel haladt tovább Spalato mellé Klissza várába. Negyedik Béla király, nem akarván eltávolodni a földült országtól, csak 1242 telén a Dunán történt tatár átkelés hírére vonult le a tengermellékre, majd családostól Trau szigetére. A Dunántúlt végigdúló tatárok pusztításától csak néhány vár, Esztergom, Pannonhalma, valamint a fehérvári ispotály és konvent menekült meg. Ekkor a tengerparti számkivetésben született Szent Margit, akit szülei azonnal fölajánlottak Istennek, élő áldozati adományul a pusztuló magyarságért.
Az imént hallottuk, hogy a horvát tengerparton 9. gyermekként született Szent Margitot szülei, 4. Béla király és bizánci származású felesége Laskaris Mária Isten szolgálatára ajánlották fel az országért. A felajánlásra adott égi jelként hatott a tatárok gyors kivonulása 1242. márciusában. A királyi pár ígéretét teljesítette, és a kis Margit hamarosan a veszprémi domonkosrendi nővérek kolostorába került. 3-4 éves lehetett ekkor. Így szól róla a legenda. Ez időben Szent Margit, a kisgyermek, még jól nem szólhat vala. Ezen időben kezdte Szent Margit tanulni az ABC-t, az Ave Máriát, és kevés időnek utána igen jól kezdte tanulni és énekelni az egyéb kisded leányokkal. E leánygyermek Szent Margit egy keresztfát tett a kezébe, és kezdi kérdezni az ő társaitól, hogy mi volna a keresztfa. Az ő társai pedig úgy mondanak vala neki, hogy Urunk Jézus ekképpen öletett meg az emberi nemzetért. Ezeket hallván sír vala e szent gyermek. Ezen időben e szentséges gyermek, Szent Margit, felvevi a szent szerzetnek ruháját az ő ideje szerint nagy ájtatossággal, hogy az ő gyenge gyermekségétől fogva éltetnék szerzetes regulának szokásaival. A domonkos rendi apácák a férfi renddel ellentétben visszavonultan éltek. A szenvedő megváltó állt szemlélődésük középpontjában, és a vezeklést, engesztelést tartották fő feladatuknak. Margitra minden bizonnyal komoly hatással lehetett a később boldogként tisztelt Ilona nővér, aki stigmatizált, vagyis Krisztus öcsebét saját testén viselő misztikus szent volt. Boldog Ilona nem tudni, mikor született, 1200-1220 között. A tatárok betörésére vonatkozó jóslata alapján a kutatók halálát tévesen a tatárjárás előttre tették. De a 13. századot végigkísérte a rettegés a tatároktól, és igen valószínű, hogy Ilona 1270 táján halt meg. Minden bizonnyal magyar származású volt, és a kisgyermekkorát Veszprémben az apácák között töltő Szent Margit nevelője. Margit nevelőjéről Margitra visszatérve, a királyi pár közelebb szerette volna tudni magához apáca gyermekét, és 4. Béla ezért építetett a Nyulak szigetén a domonkos apácák számára kolostort 1252-ben, amelynek munkálatai 1254-ben nagyjából már be is fejeződtek. Margit ekkor került át Veszprémből ide, és 12 éves korában letette a szerzetesi fogadalmat. Ez a mai szemlélet szerint nem tűnik komoly fogadalomnak, jól lehet, az volt. Nem szabad elfelejteni, hogy akkor tájt a lányok férhezmenési kora 14 év. Másrészt Margit megnyilatkozásai alapján biztosan lehet állítani, tudta, mit tesz. Ebben az évben a domonkosok egyetemes rendi gyűlését Budán tartották, és ezen Humbertus di Romanis is jelen volt. Margit az ő kezébe tette le a fogadalmat. Margitnak kétszer lett volna alkalma fogadalmát megsemmisítetni, ám ő erre nem volt hajlandó. Első alkalommal egy a forrás által meg nem nevezett lengyel kéreit utasította el, jól lehet apja, 4. Béla megszerezhette volna a szentszéktől a fogadalom semmisé nyilvánítását. Majd második Ottókár cseh király 1261 nyarán Budán tett látogatása alkalmával meglátta Margitot és szerette volna feleségül venni. 4. Béla ebbe a házasságba örömmel beleegyezett, csak éppen az érintett fél, Margit vélekedett másként. Az evangéliumi tanácsra hivatkozva nem volt hajlandó elhagyni a kolostort. A királylány apáca valószínűleg gyóntatója Marcellus tanácsára a domonkos tartományfőnököt megkérte, hogy az esztergomi érsektől fölvehesse azt a szentelményt, ami házassági akadályt jelentett. A király ezért megneheztelt a domonkosokra, akik kegyvesztetté lettek, s kolostoraik száma nem gyarapodott tovább. Helyüket a ferencesek vették át a király udvarban. Szent Margit királyi atyját emlékeztette arra, hogy születéskor ő ajánlotta fel az országért Istennek, és Isten a királyok fölött is úr,
tehát szerzetesi fogadalmát nem másíthatja meg. Nővértársainak vallomásai alapján ismert, hogy a királylány apáca a legegyszerűbb szolgai munkákat is szívesen végezte, és a kemény önmegtagadásokat örömmel fogadta, sőt, kereste. E nemesség, Szentszűz magyari királynak nemes leánya hetet tartott a konyhán, főz a nővéreknek, fazekat, tálakat mos, a halakat megtisztítja a nagy hidegség idején, úgyhogy a nagy jeges víz hidegségétől egy gyenge szűz kezének bőre meghasadoz, és vérzik az ő keze. Némikor bekötik az ő kezét a nagy fájdalomért. A konyhát megsöpri, fát hord a hátán, vizet merít, és ő maga a konyhára viszi, állították nővérei. A betegápolásban ugyancsak jeleskedett. Gyakorta e szent szűz önnön maga vizet merít ki a kútból, és a konyhára hordja, meghevíti, és azután még ő maga által hordja az udvaron a betegek házába, az infirmáriába, és megfürözti önnön kezével a betegeket. Margit buzgósága az istentiszteletek során is megmutatkozott. A mise zsolozsma után magányosan folytatta az imádságot. Előfordult, hogy a sekrestés nővér jóvoltából egész éjjel a templomban maradhatott. Joggal vetődött fel a kérdés, milyen volt ez az imádság. Margit műveltségéről ugyanis megoszlanak a vélemények. A szent téves nézetek szerint tanulatlan volt, nem tudta lelki élményeit megfogalmazni, továbbadni. Az elmarasztaló ítéletnek ható állásfoglalással szemben az elmélyültebb kutatás arra világított rá, hogy az anyanyelv irodalmi használata éppenséggel ezekben az apáca közösségekben kezdődött. Katalin nővér szerint Szent Margit egészen húsvétig felolvastatta és megmagyaráztatta Krisztus szenvedését, és mikor a magyarázatot hallotta, nagyon sírt. A mély áhítat a szenvedő Krisztus iránti odaadás és részvét mellett érdemes felfigyelni arra is, hogy Margit külön magyarázatot igényelt, és ez egyáltalán nem valamiféle igénytelen, ösztönös vallásosságra utal. Elmélkedéseinek középpontjában a szenvedő Krisztus állt. Margit imádságai, önmegtagadásai révén kiérdemelte a rendkívüli kegyelmi adományokat, és ezeket kamatoztatva a betegek gyógyulásáért, ápolással és imádsággal egyaránt megtett mindent. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a királyi kérőket visszautasító, a dinasztikus politikai lépéseket meghiúsító Margit a külvilágról semmit sem tudott, azzal semmit nem törődött. Nem hiába volt király leánya, az maradt mindvégig, annak ellenére, hogy egész életét az Árda falai mögött töltötte. Az apja, IV. Béla és bátyja István ifjabb király között dúló hatalmi harc Margit számára lehetett a legfájdalmasabb. Imádságainak, vezekléseinek egyik fő célja az apa és fiú kibékítése volt. A szemben álló apa és fiú a Nyulak szigetén Margithoz közel kötötték meg 1266-ban a békeszerződést, amely viszonylagos nyugalmat teremtett az országban. Az utókor számára szinte érthetetlennek tűnő súlyos vezeklések fölemésztették Szent Margit testi erejét, aki rövid betegség után 1270. január 18-án meghalt. Azon a vasárnapon, mely vasárnap éjjel Szent Szűz kimúlt a világból, némi nemű Fráter Péter, aki Győrött volt lektor, ilyen szózatot hallott a vecsernye után. A bárány meghalt. Margitnak az áldozati bárányjal, sőt a bárányjal, Isten bárányával történt összekapcsolása azt bizonyítja, hogy kortársai tudatában voltak Margit apáca élete értelmének. Engesztelő áldozatul rendeltetett az országért élete első pillanatától az utolsó sóhaig. A szigeti kolostor templomában temették el, s a törökök érkeztéig itt a róla nevezett szigeten nyugodott. Sírjához ide zarándokoltak az egész országból. Margit két szent életű nővére, Kinga és Jolán a messzi Lengyelországban imádkoztak húguk szentélyavatásáért. Szentélyavatása halála után hamarosan megkezdődött, amíg ugyanazon évben trónra került bátyja 5. István kérésére. 4. Béla ugyanis Margit után 3,5 hónappal, május 3-án meghalt. István valószínűleg ezzel akarta meghálálni, hogy Margit őt apjával kibékítette. Az első tanú kihallgatások 1272 és 1274 között történtek. Ezek jegyzőkönyve nem maradt fönn. A per második, 1276-ban lefolytatott eljárásnak jegyzőkönyve fennmaradt, és hitelesen tudósít 110 tanú kihallgatásáról.
Az apácák mellett számos világi ember vallott a királynő apáca önfeláldozó életéről, a közbenjárására történt csodákról, elsősorban rendkívüli gyógyulásokról. A kanonizációs eljárás ekkorra már meglehetősen bonyolultá vált, és az 5. István gyorsan bekövetkezett halála után kaotikus állapotok, 4. Kun László országlása csak késleltették a szent javatást, ami aztán félbe maradt. Zsigmond király uralkodása alatt, pontosabban 1409-ben, majd Mátyás király idejében az eljárás folytatására próbálkozások történtek, de sokáig kellett várni Róma döntésére. Közben a szigeti apácák Buda elestekor a pozsonyi klarisszákhoz menekültek, s koporsóba a drága tetem mellé rejtve a szentjavatás 1276-os edzőkönyvét magukkal vitték, és így megmenekítették. 6. Pius pápa a befejezetlen boldoggá avatási per ellenére engedélyezte tiszteletét 1789-ben. 12. Pius pápa hivatalosan 1943-ban avatta Árpádházi Boldog Szent Margitot szentté, és az ünnepségekre 1946-ban került sor. Szent Margit különösképpen védőszentje a fővárosnak, Budapestnek. 12. Pius pápa bullában örökítette meg Szent Margit érdemeit. Mindeneket tehát éretten, megfontolva, biztos tudásból, apostoli hatalmunk teljességéből, jelenírásunk erejével ünnepélyesen kimondjuk. Boldog Margit szűz, az Árpádok királyi családjából, Szent Domonkos rendjének zárdaszüze, szent és a szentek jegyzékébe bejegyzendő meghatározva, hogy az egész anyaszentegyház az ő emlékét évenként születésnapján, azaz január hó 19-én a szent szüzek között kell kegyes áhítattal megünnepelni. Így tehát, emez új szentnek, általunk szentelt emlékére bízunk valóban, hogy ő, a szent, első és apostoli István király annyi szentelt termékeny családjának sarja, Istennél újra megkezdi engesztelő áldozati küldetését, nem csak szeretett hazájáért, amelyet méltán tartunk a katolikus hit és kereszténység bástyájának, hanem az összes nemzetekért is, amelyek még oly kegyetlenül hadakoznak egymással, s nyugalmat és békét Krisztus igazságosságában és szeretetében megerősített szüntelen és hathatós békét szerezzen imáival a legkegyelmesebb Úrtól, az irgalom és minden vigasztalás Atyától, az evangélium kellemes igájától eltávolodott emberiségnek. Mindazokat tehát, amiket meg kellett vizsgálni, jól megfontolva, biztos tudásból és apostoli tekintélyünk teljességéből összesen és egyenként, amiket fennebb mondottunk, megerősítjük, megszilárdítjuk, újra elhatározzuk és megparancsoljuk, és az egész katolikus anyaszentegyháznak kihirdetjük. Ha pedig valaki eme kijelentésünk, határozatunk, parancsunk és akaratunk levelének hitelét gyengíteni, vagy azzal ellenkezni, avagy ezt megkísérleni merészkednék, tudja meg, hogy a mindenható Istennek és Szent Péter és Pál apostoloknak neheztelését vonná magára. Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úrnak 1943. esztendejében, november hó 19. napján, Szent Erzsébet ünnepén, pápaságunk 5. évében. Gárdonyi Géza Isten rabjai című regénye 1908-tól tovább népszerűsítette Margitot. A szentjavatás ügye 1937-ben új, pozitív fordulatot vett, és ennek eredményeként 1943. november 19-én Árpádházi Szent Erzsébet napján megjelent a hivatalos szentjavatási bulla. Szent Margit ünnepét január 18-án tartjuk, és ő benne a főváros Budapest védőszentjét tiszteli.
A második világháború tombolása azonban a szenti avatást követően megakadályozta az ünneplést, Szent Margit kultusza pedig szinte lopva terjedt a nehéz évtizedekben. Ma új örömben egyesül az egyház szentelt éneke, s az éggel együtt lelkesül, mely vígan buzgón zeng vele, ámen. Égi születés e napon hozott új, boldog ünnepet, mint a tündöklő lilium, a királylány még ékesebb. Margit, mikor még kisleány, kerül mulandó vágyakat, és gyermekként már jókorán az égi élet vonza csak. Megvetve magas palotát, szigorú klastrom rejtekén, akit királyi pompa várt, miként a koldus, oly szegény. Add meg nekünk is, Istenünk, kikért Szűz Margit esdekel, hogy mi is véle ott legyünk, a boldog mennybe jutva fel. Ámen.